Rontott a gazdasági előrejelzésén a Kopintárki Konjunktúra Kutatóintézet. Palóci Éva vezérigazgató a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi történt, és ez a rontás 2,4%-ról 2,2%-re, jövő évben pedig 2,9%-2,7%-re, ez mennyire számít súlyosnak? Nem igazán súlyos, bár tehát maga a csökkenés az nem nagyon súlyos, de azért azt megjegyeztük, hogy maga ez a növekedés ütem, ez nagyon alacsony, tehát akár 2,4 vagy akár 2,2 lenne. Ez lényegesen elmarad a környező országok növekedés ütemétől, tehát a visegrádi országok vagy a román-bulgár helyzettől való elmaradásunk tovább romlik ezzel a növekedéssel együtt. Tehát a pesszimista prognózis lett most még pesszimista. Igen. Vagy mondjuk realista, de ez egy nem egy igazán kedvező kép valóban. Minek köszönhetjük eleve ezt a leszakadást a saját régiónktól? Ez nem ebben a pillanatban keletkezett. Ugye az első negyedévi adatot azt nagyon sokan elemezték, mennyi abban az átmeneti tényező, tehát az, hogy nagyon alacsony lett a növekedés, 0,9%, tudjuk jól, ez rendkívül alacsony. Mi ennek az oka és mennyiben átmeneti? Abban általában egyetértettek, hogy nagyon sok benne az átmeneti elem, de vannak a magyar gazdaságnak olyan feszítő elemei, amelyek tartósnak mondhatók, ilyen például az, hogy miközben az első negyedévben 40%-kal csökkentek az állami beruházások, tehát erről sokat szoktunk beszélni, az Európai Uniós források zuhanásszerű csökkenése miatt, vagy gyakorlatilag majdnem megszűnése miatt, de a magánberuházások is csökkentek. Tehát nem csak arról van szó, hogy nagyon erősen függünk az Európai Uniós támogatásoktól, hanem a magyarországi cégek, a versenyszektor, a feldolgozóipar, vagy akár más ágazatok beruházása is nagyon alacsonyak. Tehát a beruházási képesség vagy hajlandóság nagyon alacsony, ezt nem tudjuk megmondani pontosan, hogy a képesség hiányzik elsősorban, vagy a hajlandóság is. Finanszírozás már lenne, piacok is lennének, hogyha exportálni tudnának. Ennek ellenére talán a gazdaságpolitikai bizonytalanság, nagyon sok esetben a kiszámíthatatlanság miatt a cégek nem igazán próbálnak nagyobbá válni, növekedni. És mennyiben ront még ezen az a világgazdasági helyzet, amit most nyilvánvalóan a Brexit fog nagy mértékben meghatározni, legalábbis Európában? Hát semmiképpen semmi javít. Mi azt hangsúlyoztuk a jelentésben, hogy a Brexit miatt nem változtattuk az előrejelzést, tehát nem gondoljuk, hogy ebben az évben ez bármit okozhat, és azt gondolom, hogy csak pár nap telt el, mióta ezt kiadtuk, azért ezek a megnyugtató szavak, az új miniszterelnök beiktatása is arra utalnak, hogy nem lesz valamilyen földcsuszamlásszerű változás, vagy legalábbis lassú lesz, és az a pánik, amely legelőször kitört, és a font zuhanásához, a tőzsdék bedőléséhez vezetett, ez is már lecsillapodott, tehát nem gondoljuk, hogy ebben az évben változtatni kellene, sőt akár jövőre is. A Magyarország közvetlenül szinte alig érintett, nagyon csekély a mi külkereskedelmi forgalmunk Nagy-Britanniával. Viszonylag sok cég létezik Budapest, Magyarországon, brit cégek, de ezek miért mennének el? Közvetve azonban nyilván, hogyha a pénzpiacokon pánik alakul ki, hogyha ez mondjuk a német vagy az egyéb nagy nyugat-európai gazdaságot nagyon megérinteni, akkor a mi exportunkon keresztül érzékeltetné a hatását. Ebben a pillanatban ezt nem látjuk, most még csak találgatások vannak és spekuláció, és úgy érezzük, hogy sokszor ezek túlzóak. Ugye előrejelzésenek adnak a munkaerőpiacra vonatkozóan, igen, is, pedig gondolom itt is be kell kalkulálni ezt a bizonytalanságot, amit a Brexit jelent, mert hogy az egyik nagy kérdés, ami számunkra, hogy maradhatnak vagy nem maradhatnak a magyar munkavállalók, amik sokszorosan befolyásolják a statisztikákat. Tehát egyrészt ugye most tudjuk, hogy javítják azzal, hogy ott kint dolgoznak. Másrészt viszont azt is tudjuk, hogy van egy munkaerő hiány Magyarországon, tehát paradox módon akár még jól is jöhet az, hogyha visszajönnek szakképzett munkavállalók. Így van, pontosan jól mondta, én nem is tudom, hogy mit lehetne még ehhez hozzátenni. Talán annyit, hogy hivatalos megnyilatkozások is alátámasztották, de ugye a józan ész is azt diktálja, hogy most ne következzen be a brit munkaerőpiacon valami törés. Ugye Theresa May ezt már ki is jelentette, megbénulna a brit gazdaság, hogyha az általában 800 ezer lengyelt és a 2-300 ezer magyart és a többieket is haza küldenének, állítólag a bizonyos városokban megszűnne a tömegközlekedés és a többi, tehát ezt nyilván nem lehet megtenni. Hosszú távon
romolhat a munkavállalói lehetőség, de azt gondolom, hogy ebben a pillanatban még sem az idei, sem a jövő évi munkaerőpiaci statisztikát emiatt nem kell megváltoztatnunk. Ja, ami most a magyar gazdaságot pörgeti az önök elemzése szerint is, az a magánfogyasztás, ugye, miközben a beruházásokkal gond van. A magánfogyasztás viszont mitől nő? Nőnek a keresetek és az összjövedelem, tehát nő a foglalkoztatás, és azt látni kell, hogy miközben valóban a foglalkoztatottak számának a növekedésében vannak olyan tényezők, amely egyrészt, ahogy említette, a külföldön munkát vállalók, a másik a közfoglalkoztatottak, akik olyan 200 ezer körül, inkább valamivel az alatt stabilizálódtak, de nő a foglalkoztatás a versenyszektorban is, tehát ez egy tény, illetve az alkalmazottak száma és a foglalkoztatás is, hiszen azért valamennyi növekedés van. És a növekedés nem elsősorban technológia igényes, hanem inkább expanzív, inkább munkaerő igényes. Tehát a keresetek rendkívül erősen emelkedtek az első 4-5 hónapban, részben a közszférában, ugye ott azért mind az oktatásban, mind az egészségügyben is valami emelkedés vagy volt, vagy lesz, és a versenyszektor, ahogy említette, nagyon erős munkaerő hiánnyal küzd, ami ellen nincs más megoldásuk, hogy emelik a béreket. Így cipkázzák el a cégek egymás elől a munkaerőt, ennek ne rengeteg jelét tapasztaljuk Budapesten és vidéken egyaránt, tehát ez egyfajta bér felnyomó hatással rendelkezik. Tehát összességében nagyon erősen nő az a jövedelem tömeg, amelyekkel a háztartások rendelkeznek, és ugye nagyon sok az elhalasztott fogyasztás. Nem elsősorban az élelmiszer, hanem a tartós fogyasztási cikkek fogyasztása nő. Ebből következik, hogy belátható időn belül felzárkózhatunk a régiónkhoz, vagy ez semennyire nem javítja ezeket a típusú kilátásainkat? Hát önmagában az, hogy a fogyasztás nő, az mondjuk idén, mint elég jelentős, több mint 4%-os volumen növekedés, bár ez most ugye majdnem azonos a nominális növekedéssel, mert ugye alig van infláció. Ezzel érjük el a 2007. évi szintet. Tehát azért a válság előtti második év, a kis magyar válság évét, ugye a 2007. évi szintet, tehát azért még nem vagyunk a túlfogyasztás állapotában, de mivel eközben ebben az évben a beruházások bizonyosan növekednek, és jövőre is csak viszonylag szerény mértékben, emiatt összességében a GDP terén nem számíthatunk felzárkózásra, hanem inkább még egy kicsi lemaradásra, mert eközben Románia rendkívül gyorsan nőtt. Tehát Lengyelország tavaly elhagyott bennünket, tehát most már a balti államok, Lettország kivételével mindelőttünk van, Csehország mindig is volt, Szlovákia már régen elhagyott bennünket, tehát eddig Románia, Bulgária és Horvátország áll még mögöttünk a 10 ország közül, és mondom, ahogy Lengyelország elhagyott bennünket, most ugye ez nem állt most már Romániára tekinteni az ő gyors növekedése mellett. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, következik a híradó.